Köszöntöm a nézőket, Szabors Gaming vagyok. Itt fognánk egy újabb vlog videóval, a mai vlog videóban pedig Balassa gyarmatra fogunk ellátogatni. Itt vagyok Aszódon, az Agria Interregióval érkeztem Kápolnáról, és egy darab szóló BZ-vel fogunk Balassa gyarmatra utazni a 78-as számú vonalon. Emberek, talán ez a legrosszabb állapotú buzenk, amit valaha láttam. Nem látszódik igazán, de az ablak össze van karcolva, össze-vissza, és nézzétek meg ezt a faberakást, hogy hogy néz ki. Istenem, Balassa gyarmat ennyire trehány, és megkapták a retro BZ-t. Ennyi, ennyi. Amit gondolom nem tudhattok, mert nem tudjátok, hogy ezt a vonalat most csak újra vizitálni fogom, ugyanis kereken 10 évvel ezelőtt, 2013. augusztusában jártam, először és utoljára a 78-as vonalon. Úgyhogy it's time to revisit that line. A 78-as vonalon forgatták az Állj meg itt a vonat című közdok oktató filmet, aminek a története az, hogy egy személyvonat lerobban egy megállóhelyet, és egy tehervonatot továbbító mozdon küldenek segélygépnek, amely aztán belerohad a vonat hátuljába. Na most a helyszíneket fel lehet ismerni,
Macsa erdőkürt állomás, tehát amit most hagytunk el, onnan indult az egész, az volt az alsó hordó. Akkor ahol maga a baleset történt hámar, az volt Püspök 60 megálló. Aztán meg volt említve még Babod, mert azt hitte szegény vonatszemélyzet, mert a mozdonyvezető félretájékoztatta őket, hogy ott döglött le a vonat. Az volt ez a Galga György, és végül Dégállomás, amit nagyon emlegette, az volt Galgamácsa. Ilyen is ritkán van.
Kis balassagyarmati körbenézés. Itt vagyunk most a fő téren, vagyis hát nem igazából tér, mert egy ilyen sétáló utca van körülbelül, és itt van a városháza, és fönt van Balassagyarmat címere alatt, Balassagyarmat latin elnevezése, vagyis hát latin beceneve talán, Civitas Fortissima. Ugye én nagyon szeretem ezeket a latin játékokat, ugye Sopronnak van latin neve még így, az a Civitas Fidelissima, ami annyit takar, hogy a leghűségesebb város, ugye tudjuk, hogy Sopron mi mindent tett 921-ben, hogy Magyarországon maradjon, ne pedig osztrák város legyen. Na most a Civitas Fortissima sztori az teljesen más. Két évvel korábban, 1919-ben bevonultak a csehszlovákok Észak-Magyarországra, és bár azt mondta az akkori miniszterelnökünk, a híres Károlyi Mihály, akit az őszi rózsás forradalom juttatott hatalomra, hogy ne bántsátok a csehszlovákokat, ne legyen baj belőlük, mert ő már szerintem érezte, hogy itt valami történni fog, de Balassagyarmat azt mondta, hogy nem, ellene megyünk a miniszteri parancsnak, és kiűzték a csehszlovák csapatokat. Ezért kapta a város a Civitas Fortissima beceneve, itt pedig a római katolikus templom, fogalmam nincs, milyen titulussal van, majd alulra ide beírom nektek. Kitalálja ki, mi van ebben a gyönyörű épületben? Igen, ebben kerékpár múzeum van. Ugye az idei évben is kerékpáros kiállítás van a Magyar Közlekedési Múzeumban. Ugye jártunk ott, megnéztük le, és meg is örökítettük. Ugye volt a Mucsival is egy ilyen videó, hogy a Mucsi promózta. De hát, gyönyörű szép épület. És ez nem közlekedési múzeum. Ez olyan, mint valami kastély, vagy nem is tudom én micsoda. Na ez aztán sétáló utca, nézzétek meg. Gyönyörű. Ilyet otthon nem látok sajnos. Szerintetek mire használják ezt a gyönyörű szép épületet? Nem találjátok ki. Kormányhivatal, vagy kormányablak. Ez az épület, ez nálam múzeumnak menne el. Ilyenbe raknám, mit tudom én, Magyarország óramúzeumát. Ilyenbe képzelném el.